A 2011. decemberében megalakult Tokajhegyaj a Világörökségi Területfejlesztési Programiroda feladata, hogy támogassa és koordinálja a borvidékkel kapcsolatos fejlesztési munkákat. Így a borászok segítése mellett a térség kulturális, építészeti, természeti és szellemi értékeit is védik. A Tokaj Kereskedőház vezérigazgatója szerint az irodának köszönhetően a borászat mellett most már akár turisztikával is foglalkozhatnak. Tudunk olyan területekre is elmenni, ami eddig nem feltétlenül volt a Tokaj Kereskedőháznak a portfóliájában, itt most gondolok a turizmusra, hogyha abba az irányba is el tudunk menni, akár ezeken a fejlesztéseken keresztül, akkor ezek is egy jó alapot tudnak adni a tekintetben, hogy a Tokai mint márka, a tokai bor, mint márka megjelenjen külföldön és itthon is. A tervek szerint a világörökségi területen élők előtt olyan lehetőségek nyílnak majd meg, melyek megerősítik azokat a kis és középvállalkozásokat is, akik nem kimondottan szőlészettel, borászattal vagy turizmussal foglalkoznak. A világörökségi cím így még akkor is előnyös a cégeknek, hogyha esetleg szigorúbb feltételeket kell betartaniuk, mint más, nem világörökségi területen élőknek. Elkészít a világörökségi törvény is, ami tulajdonképpen arra fog kiterjedni, hogy egy újabb kezelési terv készül el, és ezt keresztül kell vinni a, a, az önkormányzatoknak a tevékenységébe is tulajdonképpen törvényerőleg és ez mindenféleképpen jó, mert a bizonyos mindig az kuszaság megszűnik ezáltal. A borvidék részletes kezelési terve még ebben az évben elkészül, június 30-áig eldől, hogy milyen szervezet kap megbízást a világörökségi helyszín gondnoki feladatainak ellátására. A vidékfejlesztési stratégia megalkotásával pedig egy éven belül körvonalazódhatnak a borvidéken végrehajtandó fejlesztési elképzelések.